Sziasztok srácok lányok, én is Zsombác, mindenkit egy újabb videóban. A mai videóban arra fogok beszélni, miért fogom most megváltoztatni a Brawl stars valamint, hogy milyen bejelentéseket tartogatok a számotokra. Igen, srácok, lányok, jól hallottátok, nevet fogok váltani Brawl Stars-ban, valamint egy-két bejelentésem is lesz, viszont ezeket később majd térünk is ez szerintem a névváltoztatásra. Ugye most mi a nevem Brawl Stars-ban? Zsomac YT, ugye az YT az nyilván a Youtube-ot tükrözi, nem azt, hogy Jarka Tombor, tehát nem a monogramom az YT, mint valaki régen azt hitte, hogy ugye szarka vagyok, és hát Jarka Tombor. Mindegy! De hát ugye srácok, jogosan felmerült bennetek a kérdés, hogy mi az Istenre fogom megváltoztatni a nevemet és miért, hát ez, ez teljesen jogosan. Sajnos, mert nincsen Creator kódom és nem kód uh, Zsomac vagy Use Code Zsomac, vagy valami hasonló uh, lesz a nevem Brawl Stars ban Ez még nem következett el, de már dolgozunk rajta, remélhetőleg lassan ez is el fog jönni. Hanem, hanem egy másik nagyon fontos dologra fogom megváltoztatni a nevemet, amire tulajdonképpen szeretném felvinni a ti figyelmeteket is, ami nem lenne más, mint hogy Adok 3 másodpercet, leírjátok a komment szekcióba, hogy um, szerintetek mi lesz a nevem. 3, 2, 1. Ja, hát ha nem találhattad ki, akkor nem találhattad ki, de mindegy, ingyenesen változtatni a nevet, úgyhogy változtassuk is meg, és akkor srácok nem tudom, hogy most mi lesz a nevem, az lesz a nem, hogy per zsomac. Igen, srácok, ez lesz az új nevem Brawl Starson belül, pont azért, hogy fejlem a figyelmeteket, és egy úgymond kis önreklámot! nyújthassak mindig magamnak, ugye a Facebook livestreameknek, mert ugye a Facebook a livestreamelek, ha gondolom nem találtatok ki, akkor ezen az oldalon az fb.gg és mostantól kezdve... Mi? Um, kicsi fajél srácok, mert nem lehet az nem amit szeretnék, ugyanis a Facebook, Youtube, Twitter, Twitch, ezeket a dolgokat nem lehet a Brawl Starson belül belerakni a nevedben, Viszont én kicseleztem a rendszert, úgyhogy megmutatom, hogy mi lesz az igazi új nevem most már tényleg. Ugyanis nem hagyom annyiban a dolgokat. F space B space pont space GG per zsomac. Szóval kicsit így elválasztva, kicsit így meghekkelve a rendszert tulajdonképpen lesz a nevem. Brawl Stars-ban. Vagy legyen ez a nevem? Na jól van, jóló srácok. Duplán kicseleztük a rendszer srácok, úgyis a B betű helyett egy emojit vagy imót uh, raktunk be. Nem tudom, hogy ezt meg fogom -e bánni, remélhetőleg nem, de ez lesz az új nevem Brawl belül. Jobban örültem volna, hogy nyilván a B helyett egy normális B-t tudnék használni, de hát nem tudok. Nem baj, nevet váltani még úgyis lehet, ez az ingyenes verzió, úgyhogy... Let's do this! Ja, meg be kellene, Ó, oh, oké. Okay. Akkor most csináljuk meg, változtassuk meg, nem, nem, nem tudom milyen animációt, meg milyen dolgokat ad ki, most sosem változtattam a nevet Brawl Starson belül, és oké okay, és... Oh my god! Your name was changed! Damn boy! Úristen, ott is van fb.gg per <laughs> Jézus Krisztus, kicsit hosszú a név, de egyébként nekem tetszik, de egyébként nekem tetszik, úgyhogy ez lett az új nevem Brawl Starson belül, azért, hogy feljön a figyelmet a Facebook streamekre. És hogyha már Facebook streameknél tartunk, akkor megszavaztattam veletek Facebookon, Youtube-on és Instagramon is, hogy mikor szeretnétek, hogy hétköznap kezdődjenek a live streamek. Nos, az a helyzet, hogy elég egyértelmű volt a döntés, tehát, hogy mind a három platformon a 1700 Nyert, úgyhogy, srácok, ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve a uh, pénteken fixen, hétfőn, kedden még nem tudom pontosan hogyan, mert az iskolai óráim nem tudom, hogy alakulnak, valamikor elmaradnak, stb. De hogy normál esetben minden nap 17.00, akkor várok mindenkit nagy szeretettel a Facebookon, a livestream keretein belül. Körülbelül délután 5-től este 9 óráig látható vagyok általában a Facebookon mostantól kezdve. Ennek nagyon örülök, hogy végre van egy ilyen fix időpont. A hétvégék azok maradnak a változóak egyébként, szóval a hétvégéket még nem tudom. Viszont mostantól kezdve 17 mondanak, akkor fognak kezdeni a livestreamek, és remélem, hogy így még több ötök fog tudni rájönni, és még többen fogunk tudni ott lenni a livestream, -e, így, hogy mindig ugyanakkor kezdődik. Egyébként még mindig nem kell Facebook ahhoz, hogy, hogy nézd a livestreameket. Tehát én megértem azt, hogyha valaki nem szereti azt, hogy a Facebook a, a livestreamelek, ezt teljesen meg tudom érteni. Azt is megértem, hogy ezért nem néz. Természetesen nagyon sajnálom, hogy azért nem néz, mert mások platformon live De nem egy ilyen kis no -name szar platformon live hanem nem egy elég nagy platformon, aki mi folyamatosan fejlődik. És egyáltalán nem egy rossz platform, jó, nem YouTube, meg nem Twitch, de gyertek át, próbáljátok meg, nézzétek meg aztán, hogyha nem tetszik, nem tetszik, tetszik, tetszik. Szóval szerintem adjatok neki egy esélyt, egyáltalán nem rossz egy felüldőképes platform, ami még hát kicsit meg az elején tart a dolgoknak, de szerintem nagyon jó irányba tart és nagyon jó funkciók vannak ott, úgyhogy kérlek szépen ezt próbáljátok megérteni, ez az én döntésem volt, hogy a Facebookon live -olok és remélem, hogy ezt tiszteletben tudjátok tartani. És ha már Facebook live akkor szeretném bejelenteni azt is, hogy most szombaton egy 8 órás Brawl Stars streamet fogok tartani 12 órától 20 óra 0 percig szóval egy 8 órás, laza Brawl Stars streamet fogok nyomni, így hát nem azt mondom, hogy a hónap végén, de így a hónap vége felé hogy oda is várok mindenkit, nagy szeretettel, linkek még nincsenek, mert nincs meg az esemény, csak tudjátok hogy 12 órától 20 óráig lesz rejszín, még menetrend sincsen, szóval ezt nem találtam ki, de érdemes uh, ezt tudnotok, úgyhogy ezért is készítem ezt a videót, és hát akkor a végére, hogy nem maradjatok azok tartalom nélkül, egy kicsikét Brawl Stars az új névvel, nézzük meg, hogy az emberek mit szólnak hozzá, valamint majd, hát a mai rejszín ki fog terülni, hogy az emberek, uh, hát mit szólnak hozzá, hogy látszott <laughs> a nevem, úgyhogy uh, ugorjunk is bele akár egy pár mérkőzésbe, és nézzük is meg, hogy milyen az új névvel játszani. Na, akkor amondó vagyok, játszunk egy kis kolettet, és aztán meglátjuk, hogy, hogy, hogy hogyan fognak alakulni a dolgok. Tulajdonképpen fb.gg per zsomac, oh my god, ott is van, és csak így legalább az emberek tudják, hogy kiöltem meg őket. Gyerünk, let's go, ott is van az első killünk, meg is van. Gyönyörűséges, gyönyörűséges, úristen, elfelejtettem ezzel a karakterrel játszani. By the way, amúgy szerintem ma fogom pusholni 800 kupára kolettet. Szóval érdemes lesz majd jönni, mert, mert fel akarom tolni 800 kupára, ugye az új brolereket mindig feltolni, felszoktam tolni, kivéve hogyha nagyon rossz a brawler, úgyhogy a mai napon akkor kolett van a terítéken, Köszönöm amúgy hogy segített teszedni ezt a dobozt, nagyon kedves tőled, aztán itt van egy-két dolog, amit még be kéne, Jézusom! OP! Oh my god! Éreztem, hogy valami túlpisság van a dologban. Éreztem egyszerűen, na most honnan bújik elő valaki? Se honnan, szuper, Ólion Ólion Nagyon szép, let's go Itt a következő energy drink, úgyhogy, na mondom, itt a következő energy drink, úgyhogy... nézzük is meg, hogy mit tudunk alkotni Ezzel, srácok, hányok. egyébként kíváncsi vagyok, hogy Hogy tetszik nektek az új név, szerintetek Jó döntés volt-e megváltoztatni, hoppá, hoppá a nevemet, vagy Vagy rossz döntés volt, hát most már mindegy, mondjuk változtatni Természetesen de legalább egy kicsit izgalmasabb a dolog, és informat gyereide, Informatívabb az egész. Szóval legalább tudja mindenki, hogy hol livestreamenek, Egy csomó Twitch streamenek egyébként például ugye a Twitch uh, felhasználó neve a... A neve ugye Brawl Starson belül, szóval szerintem ez nem annyira egyedi. Szóval most beálltam a, beálltam a többi ember közé, és, és, ez nem működik túl jól egyelőre, nőj már meg tesó. 10 power cube van, Végre! Oh my god! 174, jó, azért meghaltam volna. Elég durán meghaltam volna. Szóval, hogy azért nem vagyok annyira egyedi ezzel a névvel, csak hát ugye nem uh, nyilván Twitch-es van, hanem Facebookos. aki nem tudja, az uh, régen, hát kb. három éve streameltem utoljára YouTube-on, és uh, körülbelül, hát um, több mint egy éve streameltem utoljára Twitch-en, és most már uh, lassan egy éve, most lesz uh, októberben egy éve, hogy a, a Facebookon talom. Egyébként, ha valaki nem tudná, én Facebook partner vagyok, azaz engem meghívtak tulajdonképpen, hogy a Facebook alá streameljek és egy ilyen szerződés van az egész mögött, ezt valaki esetleg nem tudná ez így van, nem tagadom és ezért streamelek a Facebookon Aztán, hogyha lejár a szerződés és, és mi lesz, hogyan tovább na, azt még nem tudom tulajdonképpen szóval ezt még nem, nem döntöttem el, hogy, hogy mi lesz, hogy lesz de még nem is tudom, hogy ez mikor lesz egy rész, meg hogy akkor hogyan fogok állni Ezekkel a platform közti dolgokkal. Úgyhogy egyelőre még nem tudom, most a Facebookon streamelek, ez biztos. Ott megtaláltok minden nap, általában tele minden nap streamelek, szóval tényleg van mit nézni. Aztán van ugye a VOD csatornám, a Zsomac VOD, ahova vodokat töltöm föl, meg van a Zsomac Kipsz, ugye ahol ilyen összevágások szoktak lenni, és ezt most elég szépen beléztem, úgyhogy csak második helyettem. Szóval megértem, hogy nem akarsz szélőben nézni, YouTube-on hát mert nem tudom, nem a legjobb a live egyébként, szóval ezért nem is live volok itt már nagyon régóta. Aztán ugye a Twitch az, azt mindenki ismeri, de azt is nagyon sokan nem szeretik egyébként, amikor Twitch-en streameltem, ott is kaptam, hogy Úristen, miért nem Youtube-on live volt, miért nem Youtube-on live volt, hát Youtube-on legjobb, a Youtube-on többen néznének. Hát srácok, nem csak a nézettség számít egyébként. Én nagyon-nagyon jól szoktam, sokkal jobban érzem magamat a, a azokon a streameken, hogy nem vagyunk annyian, és sokkal családiasabb a, a, a a légkör, és, és, és sokkal jobb az egész, nem, nem értem ezeket az embereket, akik akik csak a számokat nézik És ne, nekem megér itt lenni a Facebookon, és szeretek is itt lenni a Facebookon egyébként Szóval, ha ezt nem érted meg, akkor sajnálom Nem tudod mit hagysz ki, nem tudod mit hagysz ki És az utálkozókból, azokból köszönöm szépen, nem kérek, meg vagyok nélkülük is Na viszont ezeket itt meg kéne valahogy oldani Okosba hát nem oldottunk meg ezt a dolgot okosból, úgyhogy meghaltunk, hát sajnálom. Úgyhogy szerintem megyek még egy meccset, és akkor megcsinálom a challenge-ot, meg feltom 600-ra kolettet, aztán befejezem ezt a videót. Nagyjából én szerettem volna elmondani, nyilván a névváltoztatás volt a legfontosabb, meg a kis bejelentés a, a facebook Facebookkal kapcsolatban, a live kapcsolatban, valamint a, a 8 órás live kapcsolatban. Csak gondoltam, hogy terítek köré egy ilyen kis történetet. Hogy uh, miért is mesélem el ezt most nektek, hogy csak úgy uh, elmesélem, ne legyen annyira száraz a dolog, úgyhogy uh, gondoltam, hogy ezt így valósítom meg, remélem, remélem, hogy nem volt hiába Az egész, Mr. P. nem már, egy meccset kéne nyernem, könyörgöm, légy szíves, kérlek szépen Brawl Stars. Um, top 4. Top 4 nekem bőven elég, tényleg az eddigi meccsekben tök hamar meghalt mindenki. Most pedig mindenki ilyen túlélőt játszik, nem is tudom. Ó, szia. Szia, Kár. Ó, a Leon itt bujkál ahol valamelyik bokorban, úgyhogy óvatosnak kell lennünk. Nagyon óvatosnak kell lennünk, pár hogy tizen élünk még. Ó, igen. Ó, nem! Ó, gyere! Gyere, 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 gyere! Piper, jó. Jó, az ez a Piper, ez... Oh, oh, oké, okay, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a Power -a. köszönöm szépen hogy megöltétek egymást. Nagyon kedves. Nagyon kedves tőletek, srácok. Ó, igen. Gyere már ide, Mortiszka. Gyere már ide. Jó. Ne, belefutottam telibe az ultiába, srácok. Úristen. Na jó van, hát ha uh, ja, öt meccset kell nem is hármat showdownba. Jó, hát ezt benéztem. Nem baj, nem baj, három mi megvan tökéletes erre a videóra szerintem. Úgyhogy srácok, hogy valami következtetés le kell vonni ebből a videóból, az az, hogy a streamek Facebookon vannak minden hétköznap nagyjából általában 17 órától. Szeretjük pénteken fixen, hétfőket pedig a suli miatt alakulóban és kialakulóban van még. Tulajdonképpen nem tudom, hogy melyik órám lesz megtartom melyiket tudom bepótolni később, vagy tudjátok valami, valami és még azt, hogy meg fogom oldani a dolgokat, és hétköznap 17 órától, hétvégén pedig változó idő, intervallumban várok mindenkit nagy szeretettel, és 8 óra stream szombaton. Úgyhogy srácok, lányok, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a tetszett, hogy nyomjatok egy ot fel, és kövessetek be Facebookon, még nem tettétek volna az Atya Úristenit. És írjátok be a csatról, hogy fekete, hogy és akkor még értesítést is kaptok a lejszínekről. Milyen jó, milyen jó. Úgyhogy köszönjük szépen, lányok, hogy itt voltatok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!